támadás középről! Zászlónak, tiszte, lej! Jó napot kívánok! Kiskunhalasváros önkormányzata, valamint a szervező Halasi Média és Kultúra Kft. Nevében köszöntöm Önöket. A mai napon 1956 hőseire emlékezünk. Ünnepségünk egyben a díszpolgári cím kitüntetés átadó ünnepsége is. Ez a Covid-járvány veszély miatt korábban elmaradt. Kiskunhalasváros önkormányzatának képviselő testülete az 1/2021-es számú határozatával Kiskunhalasváros díszpolgára kitüntetést adományoz Bányai Gábor Elemér országgyűlési képviselőnek, Kiskunhalasváros érdekében végzett kiemelkedő és példamutató munkájának elismeréséül. Felkérem! Felkérem polgármester urat, mondja el méltató beszédét. Bányai Gábor 1969-ben született Jánoshalmi család gyermekeként. Anyai ágon ősei az 1730-as években települtek Kiskunhalas szomszédságába, míg apai felmenői Székelyföldről és a Csallóközből származnak. Édesanyja mezőgazdasági vonalon könyvelő, édesapja pedig a Magyar Honvédség egykori Jánoshalmi tüzérlaktanyájának főszakácsa volt. A bácskai identitásuk legfőbb alapja, hogy 14 generáció óta a föld művelésével foglalkozott a család. A föld, mint termőföld szeretete, gyermekkorától kezdve kíséri végig életét. Előbb kertészmérnök, majd növényvédelmi és tápanyaggazdálkodási szakmérnök végzettséget szerzett Kecskeméten. A család ma is gazdálkodik, gyümölcstermesztéssel foglalkoznak. Feleségével, Krisztina asszonnyal, a számára oly fontos családban 5 gyermeket nevelnek. 2006-tól 2014-ig a Bács-Iskun megyei közgyűlés elnöke. 2006-tól az országgyűlés tagja. Mandátumát a 2014-es és 2018-as években a Kiskunhalasi Központú Országgyűlési Egyéni Választókerület polgárai bizalmát megkapva nyerte el, és képviseli Kiskunhalas és térsége érdekeit. 2006-tól a környezetvédelmi, majd 2010-től a fenntartható fejlődésért felelős bizottság tagja. Ma az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési Bizottságának alelnöke. Szolgálata megbecsüléseként számos elismerést érdemelt ki,
Jánoshalma, Hajós, Nemesnádudvar, Mélykút, Madaras, Kumbaya, Kelebia, Bácsalmás települések díszpolgára. 2015-ben Bács-Kiskun megyéért díjjal tüntették ki. Munkája iránt elkötelezett, nemzetét, hazáját és családját szerető, tisztességes, szorgalmas keresztény ember. Negyed évszázada, hogy közösségekért dolgozik. Ez a legfőbb jellemzője tevékenységének. Érti és segíti a helyi fejlesztéseket, a versenyképes és erős helyi gazdaság megteremtésében látja biztosítottnak a jövőt a Halason élő polgárok számára is. Számára a térség és benne Kiskunhalas a világ közepe, melyet szolgálatával, kultúrájában, szellemiségében segít megtartani és megerősíteni olyannak, amilyennek még felmenőink tervezték és ránk hagyták. Azért kapott bizalmat a kiskunhalasiaktól, hogy céljainkat segítse a megvalósulás útjára terelni. Ezek közül is a legfontosabbak a közlekedési infrastruktúrán javítani, feléleszteni a turizmust, újabb ipari és mezőgazdasági üzemekkel erősíteni a gazdaságot. Küldetése mindezen túl oktatási, szociális, kulturális és egészségügyi intézményrendszereinket, illetve közösségeinket fejleszteni, középületeinket és épített örökségünket felújítani. Fejlesztések, felújítások, bővítések és új építkezések valósulhattak meg munkája nyomán. A teljesség igénye nélkül beruházások indultak óvodáinkban, bölcsődei csoportokban, főzőkonyhánkon, kollégiumunkban, csipkeházban, könyvtárban és a múzeumban egyaránt. Az elmúlt években erősebb technikai háttér biztosításával segíthettük az idősek ellátását, vagy a perifériára kerültek létbiztonságát szociális intézményrendszerünkben. Neki köszönhetjük az autóbuszállomás és számos belterületi gyűjtőút és parkoló, valamint térség összekötő utak felújítását. Elhivatott kerékpáros is, ennek köszönhetően támogat minden kerékpáros barát elképzelést. Képviselői munkájának köszönhetően fejlődik a lovasbázis, és a napokban is gőzerővel zajlik a csipke gyógyfürdő megvalósítása. Újjávarázsolhattuk közösen a belvárost, számos közszolgáltatást nyújtó épület szépült meg. Közös törekvésünk, hogy a Szélmalom, a Csetényi Park, a Kincsemház, a Panorámatorony, a Sóstó, a Tánchagyományok háza, vagy éppen a sportfejlesztések új lendületet adjanak a városnak. Közbenjárásának köszönhetően az egykori tüzérlaktanya helyén megvalósult büntetésvégrehajtási intézet a város egyik legnagyobb foglalkoztatója lett. Az ipari parkok létrehozása és bővítése, kiskunhalasi vállalkozásokat segítő hozzáállása számos gazdasági szereplő életében hozott fejlődést. A leírtak kellő bizonyítékai annak, hogy Kiskunhalas érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevékenységével egyértelműen hozzájárult a település fejlődéséhez, értékei megóvásához, polgárai életkörülményeinek javulásához, a város jó hírnevének öregbítéséhez. Bányai Gábor bizonyította, hogy méltó Kiskunhalas város díszpolgára címre. Tisztelt képviselő úr, kedves Gábor, ezúton is gratulálok. Egy oklevél az, amivel nyitjuk a sort. Fogadjuk sok szeretettel. És egy pecsétes gyűrű Kiskunhalas várost hirdetve, valamint egy halasi csipke.
Tisztelt vendégeink, a folytatásban felkérem Bányai Gábor országgyűlési képviselőt, Kiskunhalas város díszpolgárát. Mondja el ünnepi beszédét. Igen, tisztelt polgármester úr, alpolgármester úr, kedves kiskunhalasi barátaim! A megemlékező ünnepi beszédemet kicsit hátrébb sorolom egy pár pillanatra, és szeretném itt a beszéden kívül egy másik beszéddel megköszönni ezt a kimagasló díjat, ezt a címet, hogy végül is így vagy úgy, de ide költözés ándalak cím nélkül, de befogadtak ennek a városnak a polgáraként, és ezt mit nem kértem, nem harcoltam érte, ez így külön köszönet, és hálás vagyok azért, hogy gondoltak rám. Én olyan várost képzelek el, egyrészt, ahogy eddig is tettük, és ahogy elmondta a polgármester úr is, minden, amit közösen tettünk, abban a közös szó, ez a fogalom, a közösség szerepel elsősorban. Hisz vannak olyan településeink, ahol ha megszakadok, sem tudok elérni semmiféle áttörő sikert, mert nem mindig vannak meg hozzá a partnerek. Van ilyen. Ezen dolgozunk, hogy ne így legyen, de van ilyen. Itt Halason viszont egy olyan közeget találtunk közösen polgármester úrral 2014-től kezdődően, ami egyrészt a várakozás, a vágyakozás levegője várt bennünket, pláne úgy, hogy én nem is az alsó kiskunság, hanem csak a szomszédságából, a Bácskából érkezve kaptam is ezzel a fejemre rendesen egy-két jó baráttól. De nem vagyok ejtőernyős, nem vagyok ideküldött komisszár, nem vagyok pártvezér sem, hanem egyszerűen egy olyan emberként kezdtem dolgozni Kiskunhalas városáért, a környékért, aki az a fontos, hogy fölismeri ebben a témában is, hogy az erős közösséget akkor lehet fölépíteni, hogyha barátokat talál hozzá, szakembereket, és nem csak ezt a kettőfélét, hanem még jó szándékot is talál mellé. Én ezt találtam 2014-ben, bár már korábban sem volt ez nekem kérdés, meg eleve hát a gyerekeim közül kettő itt is született, eleve én magam is ezzel szállal kötöttem Kiskunhalashoz születésem után egy éve később. És ha már ide kötöttem, akkor ha tudok, akkor segítek. De hogy milyen város képzelek el? Ez a város 2025 magasságára oda fog érni, hogy Budapesttől 70 perc távolságra lesz. Olyan város lesz Kiskunhalas, amelyiknek a szomszédságában 10 pár perc autóúttal elérhető lesz egy autópálya. Olyan város képzelek el, amelyik ennek is köszönhetően egyik legkedvesebb szomszéd településével, Szabadkával nagyon közel kapcsolatba fog kerülni. Olyan város képzelek el, ahol a vállalkozások, a gazdaság szereplőinek is köszönhetően nagyon komoly üzemek, gyárak telepítése fog folyni. Olyan város képzelek el, ahol nem az lesz a kérdés, hogy hová menjenek a gyermekek, az unokák, hanem az lesz a kérdés, hogy mikor jöhetnek már végre haza, mert olyan légkört szeretnék teremteni. Én magam is, illetve ebben jó barátom és társam, polgármester úr. Miután ez egy hosszú folyamat, és nekem még el kell számolnom az életemmel, bár az a részben már elszámoltam másfelé, de el kell számolnunk az elmúlt évek tetteivel, ennek a számadása majd jövő tavasszal lesz. De bármit is az a hadi szerencse, bármit is az, az önök döntése, egyet tudok, hogy akár így, akár másképpen, de fogok tudni segíteni, és akarok segíteni ennek a városnak bármi is a szerepem. Ha más nem, a piacra fogom hozni a bioalmánkat, az is egy különleges pálya egyébként. De a lényeg az egészben az, kedves kiskunhalasiak, hogy bennem nem versenytársat, nem egy ellenfelet, hanem egy segítő, én aztán jól mondom magamra, hogy jó szándékú barátot köszöntetnek ma a város polgárainak, igaz, a díszpolgár listáján, de mégis a város polgárai között. Úgyhogy ezt én nagyon szépen köszönöm, és ameddig tudom fújni a levegőt, vagy ameddig kapok levegőt, addig fogom szolgálni önöket is, 22 másik településünket is, de ma kiemelten Kiskunhalas városát megígérem, így fogok cselekedni, és hát köszönöm szépen még egyszer.
Márai Sándor Mennyből az angyal című versével kezdem beszédemet. Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Tisztelt ünneplők, kedves kiskolonosi barátaim, polgármester úr, alpolgármester urak, igen tisztelt, tisztendő urak és hölgyek, kedves asszonyaim, férfiaim. Tegnap este felé kecelen úgy kezdtem a beszédemet, márai versenek részete után, imigyen, ünnepeink összekötnek bennünket, pontosabban úgy szeretnénk, hogy összekössenek minden magyart. Ez a mondat azóta sokat megforgott bennem, a fejemben is ízlelgettem, de szó szerint beleharaptam a szám szélébe, amikor feldergett a magyar valóság, a magyar százak és ezrek szenvedése, elvesztett élete és kifakasztott vére 1956 árnyékában. Hisz beszélnünk kell a mai nap azokról, a százezekről, akik elmenekültek 65 évvel ezelőtti forradalom és a szabadsághoz bukás után. Beszélnünk kell az ítélet nélkül elítéltek és internáltak 25 ezer fős tömegéről. De nem feledkeztünk meg az elítéltek 25 ezer fős közösségéről, akik még sokan 60-as évek második felében is zárkában ültek, majd állás nélkül bolyontak ebben az országban. És mi lesz a ősi halottainkról, akik vagy 2400-an ott fekszenek sírjaikban. És ne emlékezzünk ma a 229 kivégzetről, azokról, akik csak a hazájukat akarták visszaszerezni a fentebb megidézett honfitársainktól. Róluk és az áruló gyilkosokról énekel Pintér Béla énekes egy 56-os dalában, ami így szól, csak a dal, azokat szórták ránk az átkot, és közben éltették a pártot, mi meg a jeltelen sírokra sosem vihettünk virágot. Kedves emlékezők, ezért lett október 20-a a leginkább megosztó nemzeti ünnepünk. Mert amikor az elveszett lelkek ezrére emlékezünk, akkor velünk vannak általában csak lélekben, vagy általában úgysem azok, akik egyetértettek a magyarnak hazudott kommunisták rémtetteivel, és közülük még nagyon sokan a mai napig politikai örököseiknek is tartják magukat. Alig két ember öltőt el csak el, és sokaknak személyes emléke is van még 56-ról. És természetesen arról, ami utána következett. Az elárult hazáról, és az elárult nemzetről, és a megtorlásról. Amik miatt nem fog sokáig ez másként lenni, hisz akik legyilkoltak, és fogságba hurcoltak magyar ezreket, azon unokáik és új barátaik mindig felélednek, és hatalomra ácsingozva mindig újra akarják árulni a hazánkat. Mert nem csak pusztán arról van szó, hogy másként értékeli egy bal vagy egy jobb oldali miniszterelnök. Vagy más látott benne, vagy lát benne Wittner Mária, vagy más látott Mécs Imre. Vagy másként látta Nagyszeder István, Dr. Szabonya Zoltán azokat a napokat és éveket, a szovjet és a kommunista megszállás évtizedét. Nem egyszer az a probléma, hogy másként gondolunk 56-ra, vagy gondolnak 56-ra azok, akik ellentétes oldalon álltak. Világos, értem én is gondolkodok, hogy nem érezhet egyformán, aki kitüntetést kapott a forradalom leveréséért, mint aki börtönben ült érte. Ez túlságos egyszerű magyarázat lenne. Kár volna tagadnunk. 56 vízválasztó. A forradalmazól viszonyunk kijelölő helyünket a jelenben. És nem az a lényeg, hogy mit mondunk 56-ról, hanem az, hogy mit érzünk belül a szívünkben, és mit teszünk, amikor a koszorút helyezzük le a kopjafákhoz. Kényszerben mondjuk-e, hogy 56 forradalom volt? Vagy valódi meggyőződésből? Sajnáljuk-e titkon a néhány meglincselt ávósokat? Vagy jogos igazságtételnek tekintjük a népítéletet? Csak gondolj bele, nem ért el a százat. Talán 50 sem volt azoknak a száma, akiket meglincseltek, mert ávósként gyilkolták a magyarokat. 50 és 100 közötti számról beszélünk. Elfogadjuk-e a mindkét oldalon, hogy voltak áldozatok? Ennek a szemléletét, vagy elutasítjuk a mártírok és a karratalmisták közé tett egyenlőség jelet, hisz ez is van ma magyar palettán.
Megkülönböztetjük-e a jót a rossztól? Vagy koszorúzunk a sortűz áldozatainak és levetőinek is az emléktáblájánál? Mert ilyen is van. Van-e lelkismert fordulásunk, amiért elfogadtuk a későbbi kádári rendszer ábékéjét, vagy elintézzük azzal, hogy nem tehettünk mást? Vagy különbséget teszünk a kádári rendszer támogatói és elszenvedői között? Mind súlyos kérdés. De úgy is feltetjük ezeket a kérdéseket, hogy lehet-e valaki egyszer ünneplő és forradalomtagadó is egyben? Lehet-e valaki egyszerre modern baloldali és régió eltárs is? Lehet-e valaki egyszerre Nagy Imre örököse és Kádár örököse is? Kedves barátaim, mi, akik itt vagyunk, ezekre a kérdésekre megadtuk a választ. Nincs kétségem afelől, hogy ugyanazokra a következtetésekre jutottunk, akárhogy jöttünk, jobbról vagy balról. Bennünket az ünnep valóban összeköt. 56-hoz való viszonyunk ugyanazt a helyet jelölte ki számunkra a jelenben, és teszi ezt a jövőben is. Mi itt mindannyian annak örülnénk a legjobban, ha rajtunk kívül még több százan, több ezren lennének, akik ünnepelnek. Bárcsak tömegeket vonzana október 20-a a városainkban, a falvainkban. Mi örülhetnénk a legjobban, ha évről évre nem csak ugyanazok az arcokat látnánk a forradalom előtti tisztelgésen. És hát örömteli, mert páran vannak a fiatalok látványa. Jó az arcaikat látni, hogy itt vannak a forradalom előtti tisztelgésen. Ha elhozzák ide a tanáraik, vagy a szüleik, hisz ez óriási dolog egyik például manapság, ők lehetnek majd azok, akik már nem kényszerülnek feltenni maguknak az előbbi kérdéseket. De a korábban megszületett generációk nem tudják megspórolni, hogy tisztázzák a viszonyukat 56-hoz. Kedves barátaim, 1956-ra úgy emlékezünk, mint a győztes forradalomra. De október 20-án, november 4-ét sohasem feledhetjük. A vesztes szabadságharc vértől áztatott emlékét. Mégis az 56-os forradalom világra szólt tett volt. Bárhol is járunk a világban, ha egyáltalán hallottak már a magyarokról, mindenütt tudják, hogy ez a kis európai ország szembeszállt a szovjet kommunizmussal és hazai kommunistáival. És szükségünk is van erre a büszkeségre, mert a 20. század nem volt vegyes hozzánk, magyarokhoz. És tudjuk azt is, hogy a forradalom sokszínű volt. Részletek benne néhányan a kommunisták, többen a szociáldemokraták, és többségében a polgári demokraták közül, de a parasztság ott volt velük egysorban. Munkások, értelmiségiek vagy egyházvezetők egyaránt lelkesedtek érte. Különböző okok és célok vitték a résztvevőket az utcákra, és külön-külön személyes döntést adott mindenki, aki fegyvert fogott mellette. Egy valami biztosan közös volt bennük. Mindannyian gyűlölték a hazug és a magyar nép lelkétől oly távoli, idegen szovjet kommunizmust. Nem véletlen, hogy Nagy Imre és kormánya már október 31-én, a forradalom 9. napján követelte a szovjet csapatok Magyarországa történő kivonását. Egy nappal később Nagy Imre bejelentette Magyarország kilépését a Varsói szerződésből. Végzetes döntések voltak ezek, de jól mutatják, mi ellen is irányult valójában a magyar forradalom és szabadságharc. És azt is megmutatják, hogy mit tett Kádár, amikor másnap, november 2-án a szovjet beavatkozásról és egy új kormány megalakulásáról tárgyalt. Kádár János, a Nagy Imre kormány tagja, elárulta a hazáját. Aki ezt kétségbe vonja, aki kisebbíti Kádár bűnét, az egyszerűen meghamisítja a történelmet. Keserű igazság, de nem menti hazaválását, hogy a nyugati hatalmak így is, úgy is tétlenül nézték volna Magyarország megszállását, lerohanását. Hisz Eisenhower elnök hagyta, hogy Hruscsov pártfőtitkár elindítsa a tankét a magyarok ellen. Tisztelt emlékezők, én 65. évfordulón hiszek abban, hogy egyszer végre véget ér a posztkommunizmus korszaka. Ha elmúlik a 33-ig tartó ellenforradalmi propaganda hatása, ha a forradalmazóval viszonyunk már nem lelkismereti, hanem történelmi kérdés lesz, akkor ez az ünnep inkább összeköt majd bennünket, mint szétválaszt. De ez még lehet messze van. A mai nap ugyanis ma már nem szabad csak az 56-os forradalomra és szabadságharcra emlékeznünk. Én magam soha nem felejtem el, mi történt 15 évvel ezelőtt a forradalom 50. évfordulóján. Hisz tagadni lehet, de brutális rendőrterror vetett árnyékot az akkori megemlékezésünkre. A posztkommunista kormány által irányított rendőrség fegyvertelen,
békés tüntetőkre támadt, és számos esetben törvényt sértett. A rendőrség útját törött koponyák, kilőtt szemek, maradandó sérülések jelezték. Felelősségvonás azóta sem igazán történt. A bíróság felmenti mindig az ebben az ügyben vádoltakat. Sőt, felelősségre vonás helyett biztatást, elmarasztalás helyett dícséretet, kitüntetést kapott az akkori miniszterelnöktől a rendőrség akkori több vezetője is. Az akkori kormányalkotó politikai pártok és politikusaik akkor is és ma is, hol nyíltan, hol burkoltan, azóta is fontosan felmentést adnak a rendőröknek a hatalomról visszaélés alól. Elvégre is érthető az ördekükben történt az erőszakos rendőri fellépés. Igaz rájuk egy azóta meghalt bajai embermentő asszony mondatai. Én már tudom azt, hogy a börtön és a láger nem a legszörnyűbb, ami az emberrel történhet. Az egyetlen szörnyű, ami az emberrel történhet, az az, ha nem tud sem tükörbe, sem önmagába nézni. Még igaz gondoltuk. Néhány kedves, de kedves fiatalhoz is szólnék. Önöknek már sokkal könnyebb tudást gyűjteni a történelmi eseményekről, a háborúinkról, a forradalmainkról, a szabadságharcainkról, az árulinkról és a hőseinkről, mint az, ami a mi fiatalkorunkban lehetséges volt. Önöknek, még ha ma sokan hamisítják is meg a történelmünket, van módjuk az életünket igazító fogalmakat és eseményeket megérteni, és érdemes el is magyarázni önöknek, illetve átbeszélni ezeket. Talán megértik önök, bár lehet, hogy helytelen magatartásnak tartják, nekem még döbbenetes a mai napig, hogy az 56-os forradalmat és szabadságharcot leverők unokái és egykori elvtársai ma is oktatnak bennünket demokráciából. Kiáltanak diktatúrát, ha nem ők vannak éppen hatalmon. Kiáltanak és futnak külföldi segítségért, beavatkozásért, pénzért könyörögve, mint kádárék, és sietnek besározni szándékkal, rossz szándékkal a hazájukat. Hisz, kedves barátaim, miért nem mondjuk ki, kiabáljuk ki a vágyaikra, hogy ahol szabad választások vannak, ahol bármit is leíratnak egymásra az emberek, az újságírók, ahol a politikusokat lehet fenyegetni, ahol a miniszterelnököt lehet verbálisan felkötni, ahol a politikusok úton útfélen szíthatják egymást, bár így rút és mocskos az igaz, de ott demokrácia van. Ott van szólás és sajtószabadság, és nem jön a nagy fekete autó, és nem jön a titkos rendőrség, vagy a pártitkár, és veri meg ezekért az önök szüleit, testvéreit, nagyszüleit, gyermekeit, unokáit. Én kívánom mindannyian, hogy tanuljanak a múltból, hogy mi is tanuljunk a múltból. Értsék meg együtt a jelent, hogy ne romboló, hanem építői lehessenek a közös nemzetnek és a közös hazának. Ha megértették a beszédemnek sorait, gondolatait, akkor Márai Sándor versének utolsó előtti verszakával be is fejezném, és ezt is érteni fogják. Hisz már ez a vers részlet nem is rólunk szól. Azok, akik ma is körülvesznek bennünket, akik akkor is csak tátva néztek bennünket, magyarokat. Nem érti ezt az a sok ember. Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik. Ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Ilyen a magyar szabadság, ilyen haza. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm Bányai Gábor országgyűlési képviselő díszpolgár ünnepi szavait, ünnepi beszédét. A folytatásban egy nagyon rövid technikai átállást követően a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum diákjainak megemlékező műsorát láthatják.
Október 23-a nemzeti ünnepünk. Az 1956-os forradalom emlékeit elevenítjük fel ezen a napon. Az 1956-os események megítélése sokat változott az elmúlt évtizedek során. Az 1989-es rendszerváltásig a hivatalos álláspont a történteket ellenforradalomként kezelte. A Kádár korszakban a közvéleményt már nem lehetett olyan könnyen megtéveszteni. Az emberek ugyan tanástalanok voltak az események megítélésében, mert a megfelelő dokumentumokat és tényeket nem ismerhették meg, de az már nyilvánvaló volt számukra, hogy az ellenforradalom megnevezés nem egészen állja meg a helyét. A nagy áttörést az események újraértékelésében a rendszerváltás időszaka jelentette. A dokumentumok egy része hozzáférhetővé vált, a történtek forradalommá értékelődtek. Az emberek már félelem nélkül is önálló véleményt alkothattak az eseményekről. Műsorunk első részében mi is a száraz tényeket ismertetjük. Mi is történt valójában 1956. októberében? Hogy is történt? A valóság megértéséhez nem elég pusztán az 1956. október 23-ai eseményeket ismertetni, az okokat és az előzményeket is fel kell tárni. Sok fontos tény készítette elő a forradalmat. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy 1953. márciusában meghalt Sztálin. Halálával az enyhülés korszaka vette kezdetét a Szovjetunióban. A szocialista országok vezetői ráébredtek, hogy a keleti tömb államai súlyos politikai és gazdasági gondokkal küszködnek. Az új szovjet vezetés azonban nem csak a szovjetunióbeli állapotokat találta aggasztónak, hanem a Magyarországon kialakult viszonyokat is. Ezért 1953. júniusában Moszkvába rendelték a magyar állami és pártvezetést. A meghívottak között ott volt az addig mellőzött Nagy Imre is. A tárgyalásokon bírálatban részesítették az addigi vezetőket, Rákosi Mátyást és Gerő Ernőt, a miniszterelnöki tisztet pedig Nagy Imrére osztották. Nagy Imre hazatérvén az országgyűlésen kemény bírálatban részesítette a megelőző évek politikai gyakorlatát. A túlzott iparosítást, a mezőgazdaság erőszakos államosítását, a törvénysértő pereket. A magyar társadalom megkönnyebbüléssel fogadta az új szakaszt. Az új politika értelmében megszüntették az internáló táborokat, 5000 ártatlanul bebörtönzött embert helyeztek szabadlábra, megindult a törvénytelenségek okainak feltárása, új gazdaságpolitikai intézkedéseket vezettek be. Az elindult politikai átalakulást azonban nem sokáig tűrte tétlenül a két mellőzött politikus, Rákosi és Gerő. 1954-ben ellentámadásba kezdtek. Nagy Imrét kiszorították a hatalomból. A közvélemény azonban már nem viselte el az újjáélesztett diktatúrát. Kialakultak az ellenállás különböző formái. 1956. júliusában lemondásra szólították fel Rákosi Mátyást, utódjának azonban Gerő Ernőt nevezték ki, aki semmivel sem volt alkalmasabb a feladatok ellátására, mint Rákosi. Erre a lépésre újra felerősödtek az ellenzéki megnyilvánulások, megindult az Egyetemista Fiatalok és a Magyar Írók Szövetségének szervezkedése, az újságok kritikusabb hangvételt ütöttek meg. 1956. október 6-án az igazságtalanul elítélt és kivégzett Rajk László újra temetésén már forradalmi hangulat uralkodott. Ezt követően az egyetemi ifjúság követeléseket fogalmazott meg az ország helyzetének átalakítására. Október 23-ára több szervezet is utcai tüntetést hirdetett meg. A résztvevők száma elérte a 200 ezer főt. Követelték az 1953-as politikához való visszatérést, Nagy Imre visszatérését. A párt központi vezetése gyorsan ki is nevezte Nagy Imrét miniszterelnökké. A késő esti órákban a rádiónál zajló tüntetés azonban már fegyveres összecsapással fajult. Az országban zajló tüntetések hallatára a Magyarországon tartózkodó szovjet katonai alakulatok parancsot kaptak a felkelőkkel szembeni harci cselekményekre. A küzdelem egyik legvéresebb napja október 24-e volt, amikor a parlament előtti fegyvertelen tüntetőkre nyitottak tüzet. Ezt követően a fegyveres harc kiterjedt az ország egész területére. Október 28-án az eseményeket forradalommá nyilvánították, ezzel egyidejűleg tárgyalások kezdődtek a szovjet csapatok kivonásáról.
Október 30-án Nagy Imre bejelentette kormányának átalakítását. Ennek lényege az volt, hogy a kormányzásba több pártot is bevontak. A Magyar Dolgozók Pártja a hatalom forradalom előtti birtokosa is átalakult Magyar Szocialista Munkáspárt néven Kádár János vezetésével. Ők azonban novemberben katonai segítséget kértek a Szovjetuniótól a forradalom leveréséhez. A szovjet csapatok november 4-én hajnalban fegyveres támadást indítottak a magyar forradalom vérbefolytására. Nagy Imre hasztalanul fordult segítséget a nyugati hatalmakhoz. A forradalom leverése után Kádár János vezetésével megalakult az új kormány, amely megtorló akciókba kezdett. A forradalom vezetőit perbe fogták, amelyre 1958 nyarán került sor. Több halálos és jó néhány hosszú börtönítéletet hoztak. Nagy Imre sorsa is a kivégzés lett. A következő szavakkal búcsúzott. Egyetlen igazom ebben a helyzetemben az a meggyőződésem, hogy előbb vagy utóbb a magyar nép és a nemzeti munkásosztály majd elment azok alól a súlyos fázak alól, amelyeknek súlyát most nekünk kell viselni, amelynek következményeképpen nekem életemben kell áldoznom, de amelyet nekem vállalnom kell. Úgy érzem, eljön az idő, amikor ezekben a kérdésekben nyugodtabb légkörben, világosabb látókörrel, a tények jobb ismerete alapján igazságot lehet szolgáltatni az én ügyetben is. Úgy érzem, súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok. Kegyelmet nem kérem. Illés Gyula, egy mondat a zsarnokságról. Részlet. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjben kiáltó őr szavában. Ott zsarnokság van. Nem csak a titkon félig nyílt ajtón, ilyetten besuttogat hírekben. A száj elé kapott új piszkjében, hogy ne mozdulj. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Az van az éjben, halkan, sikló gépkocsi zajban. Meg abban, megállt a kapuajban. Abban, ahogy a haló közben érzed, ahogy a kagyló csöndjén keresztül figyel egy idegen fül. Mert zsarnokság van, nem csak a talpra által harsogott éjjenekben, hurákban, énekekben, az elnyedetlen tapsoló tenyerekben, az operában, a trombitában. Az ott van a búcsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves? Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított készfogásban. Ha magadban beszélgetsz, ő, a zsarnokság kérdez, képzeletedben se vagy független. S mert minden célban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban. Mert hol zsarnokság van, minden hiában. A dal is, az ilyen mű, akármilyen hű. Mert ott áll eleve sírodnál. Ő mondja meg, ki voltál. Porod is neki szolgál. Ezek tehát a száraz tények. De vajon hogyan élhette meg a forradalom eseményeit az egyszerű ember? Egyes történészek véleménye szerint a történelmet a nagy emberek csak diktálják, de hétköznapi emberek alakítják. Ezeknek a hétköznapi hősöknek a napjait próbáljuk most bemutatni önöknek.
Sajnos a korszak embereinek érzéseit, benyomásait már ennyi év táblatából felidézni nagyon nehéz. Ebben talán a legnagyobb segítséget a korabeli újságok adhatják. Nézzük, miről ír az 1956. október 22-i hétfői hírlap. Az Egyesült Államokban megkezdték a Szovjetunió című angol nyelvű folyóirat árusítását. A lap megjelenésével egy időben a Szovjetunióban megkezdték az Amerika című orosz nyelvű folyóirat árusítását. A lap olyan cikkeket is közöl, amik arról árulkodnak, hogy valami készülődőben van. Az egyik tudósítás a következő címmel látott napvilágot. 20 évesek között Szegeden. A semmitmondó cím nem sokat árul el abból, hogy milyen komoly követeléseket fogalmaztak meg a szegedi egyetemisták október 21-én. Az írás többi része azonban cenzúrázatlanul közli a diákság céljait és követeléseit. Célunk a gondolat, a szellem felszabadítása, a Sztálin és Rákosi által ránk kényszerített szellemig a lerázása. Követeljük a honvédelmi oktatás nők számára való eltörlését. Követeljük, hogy szabadon utazhassunk mind nyugatra, mind keletre. Követeljük a tájékoztatás szabadságát és új alapokra fektetett szabad demokratikus választási rendszert. A következő cikk ismét sarkallatos jogokat kér számon az ország vezetőitől az olvasás szabadsága címmel. A szellemi nagykorúságunk egyebek közt azt is jelenti, hogy minden állampolgárnak joga van elolvasni sajtóban és könyvben azt, amihez érdeklődése vonza. Röviden, tegyék már lehetővé, hogy a külföldi, nem szocialista sajtótermékeket bárki akadály nélkül elolvassa. Röviden, árusítsák az utcasarkokon a Times-t, a Le Monde-ot, a Neue Zürcher Zeitungot. A két feszültséget sugárzó híradás mellett számos, bájos információt is eljutattak az olvasókhoz ezen a napon. Kellő komolysággal próbálnak meg beszámolni egy vérfagyasztó bűntényről. Ütött az órája címen. A rendőrség őrizetbe vette Nagy Béla 33 éves mávügyintézőt, akinél múlt héten 89 darab csempészet órát találtak. A bűntényt egy nyomozó leplezte le, aki a nagykörúton beszélgetésbe elegyedett Bélával, aki egy aktatáskát szorongatott. A detektívnek egyből feltűnt Nagy Béla idegessége, ezért egy kapuajba csalta, ahol az aktatáskából előkerült a 89 darab csempészet karóra és egy aranylánc is. Az olvasók elé tárják azt a tényt is, hogy október 26-tól olcsóbb lesz az élő baromfi, beindult a nagyüzemi gesztenyepürégyártás, és hogy valószínűleg tüzelőanyaghiány várható a téli hónapokban. Beszámolnak a Hannibal tanár úr című film bemutatásáról, és arról, hogy Németh László Galilei című drámájának főpróbáját is megtartották. Megtudjuk a hétvégi sporteseményeket. Az NB1 állását, ahol a budapesti Dózsa 3-1-re legyőzte a budapesti vörös lobogót. És nem utolsó sorban érdekes cikk számol be a szokatlanul meleg időjárásról. Hosszabb idő óta rendkívüli időjárás uralkodik Magyarországon. Vasárnap Budapesten 20 fokot mértünk, míg Szegeden elérte a hőmérséklet a 22 Celsius fokot. A Meteorológiai Intézet 86 éves fennállása óta ez a legmelegebb és legszárazabb ősz. Végül hallgassuk meg a következő, nem mindennapi apró hirdetést. Lehet pályázni. Itt most egy új állást kreáltak, amit egyre kevesebb ember tisztel. A személyi kultuszminiszterét. Elmondhatjuk, hogy az október 22-i hírek csendesen, de határozottan számolnak be arról, hogy valami készülőben van. 1956. október 23-án, kedden már több lap is olvasható volt. Megjelent a Szabad Nép, a Magyar Nemzet, a Népszava. Külön kiadást jelentett meg az irodalmi újság, röpiratot adta közre a Szabad Ifjúság szerkesztői. A lapok hírt adnak a délutáni tüntetés előkészületeiről. Megtudjuk, hogy megalakult a március 15-e kör a Budapesti Egyetem bölcsészeti karán. Hétfő délután, mintegy 400 hallgató részvételével, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészeti karán megalakult a március 15-e kör. A szervezet vitafórummá alakult, ahol a felszólalók sorban adtak hangot az egyetemistákat érintő problémáknak. A gyűlés kifejezte, a lengyel nép iránt érzett rokon szemvét, és a lengyel demokratikus átalakulással való azonosulását. Szolidaritás!
Az újságok beszámolnak a budapesti Petőfi kör hétfő esti üléséről. A budapesti Petőfi kör hétfő este ülést tartott, és a következő határozatot fogadta el. Javasoljuk, hogy a lehető legrövidebb időn belül hívják össze pártunk központi vezetőségének ülését. Szükségesnek tartjuk, hogy az ország nyíltan tárja fel a gazdasági helyzetét. Kérjük, hogy országunkban biztosítsák a demokratikus átalakulást! Hírül adják, hogy a Műegyetemen hétfőn délután 3 órakor az egyetemisták gyűlést tartottak. A komoly információk azonban könnyed hírek közé ágyazódtak be. Befejeződött a tibeti magyar hegyi kocsi expedíció. Az expedíció október 8-án indult el, és 19-én vissza is tért a kiindulási helyre. A Csepel-Gyápmányú hegyikocsik ismét rekordidő alatt teljesítették az 1500 kilométeres utat. Vajon mennyi devizát kaphatnak a külföldre látogatók? Az utóbbi időben több panasz hangzott el, hogy a külföldre induló turistacsoportok más-más összegű valutát kapnak. Az ügyben a Magyar Nemzeti Bank igazgatósága a következőket mondta el. Akik a nyugati országrészben kívánnak eltölteni néhány napot, egységesen 120 forintnyi valutát, azaz 10 dollárt vihetnek magukkal. A borsörügyhöz. Közgazdasági szempontból helytelennek nyilvánítható az a csereügylet, amiről egy október 13-ai hírlap ad számadást. Miszerint csehszlovák sört magyar borra cserélnének. Az ellenzéki lapokra azonban nem jellemzőek a könnyed tudósítások. A politikai problémákra koncentrálnak. A Szabad Ifjúság röpirata a következő követeléseket tartalmazza. Legyen magyar barátságot, jólétet és szabadságot! Ifjúságunk így kiállt, mutasson utat a párt! Ez az ügy, a mi ügyünk, új pártvezetés nekünk! Vesszen az önkény, éljen a törvény! Ne csináljunk mindent késve! Nagy imént a vezetésbe! A forradalmi eseményekről az október 24-i lapok kellő higgadsággal igyekeznek beszámolni. Óvatosan, csak a tényeket próbálnak az olvasók elé tárni. Az 1956. október 25-i lapok már csak rendkívüli számokat jelentettek meg, amelyek szalagcímekben tudósítottak az elmúlt napok eseményeiről. Győzött a magyar nép demokratikus akarata! Általános amnesztiát a tüntetések résztvevőinek! A híradások eddig alig írtak valamit a vérontásokról, a kegyetlenkedésről, ami Budapest utcáin folytak. A következő napokban mindenkit békére és nyugalomra intettek. Az egyik cikk a következő megdöbbentő felhívást adja közre. Drága magyar barátaink! Mindazok nevében, akik most a kórházban élet és halál között vannak, hozzátok fordulok. Vérre van szükségünk, azért, hogy megmenthessük mindazok életét, akik a harcban vért vesztettek. Jelentkezzetek minél többen! Magyarok életéről van szó! Október 26-án már az első emberközeli tudósítások is megjelentek az elmúlt napok eseményeivel kapcsolatban. Ezt hallottam a tömegben. 1956. október 23-án a felvonulás 14,5 órája alatt nem hallottam egyetlen antiszemita, soviniszta kijelentés sem. Ellenben ezt hallottam. Idős bácsi, a Sztálin szobornál. Istennek hála, hogy nyáron nem vitt el a szívrohamon. Csak hogy ezt is megérhettem. Középkorú asszony. Vajon hányan újonnak most itt olyanok, akik akkor is itt tapsoltak, mikor ezt a szobrot felállították? Munkás. Leköpöm holnap az újságot, ha azt írja, hogy itt Csőcselék tüntetett. Az események zűrzavarát és átláthatatlanságát jól kifejezi a következő cikk részlet is. Segítsen mindenki! Tüzet nyitottak a tömegből és agyonlőttek egy orvost. Mentőkre lőni. Ilyet még nem hallottam. Kérve kéretik mindenki, ne hátráltassuk az orvosok munkáját. A budapesti forradalom híre gyorsan terjedt a nyugati államokban, ahol az egyetemisták szimpátia tüntetéseket szerveztek a magyar fiatalokkal. Több országból érkezett segélyszállítmány, gyógyszer, vér és élelmiszer. A forradalmárokat folyamatosan bíztatta a Szabad Európa Rádió, és a nyugati hatalmak katonai segítségét lebegtette a magyarok előtt. Maga az amerikai elnök is csodálatát fejezte ki a magyar nép iránt, ám október 31-i rádióbeszédében kijelentette, hogy a magyar kormányt nem tartja szövetségesének, tehát katonai segítséget nem kíván nyújtani.
Ezzel zöld utat adott a szovjetek katonai inváziójának. A fordulatoka nem más volt, mint a szuezi válság, ami stratégiailag fontosabb volt Amerika számára, mint a magyar forradalom. Passzivitásuknak köszönhetően november 4-én Moszkva vérbefojtotta a magyar szabadságot. Talán sikerült bemutatni, mennyire áttekinthetetlen folyamat idézte elő az 1956-os októberi eseményeket, és a korszak emberének mennyire nehéz dolga volt akkor, amikor meg akarta ítélni, mi is folyik körülötte. Az ellenségek barátokká váltak, barátságok szakadtak meg, és ezrek hagyták el az országot, új hazát választva inkább maguknak, mintsem újra zsarnokságban éljenek. Csak az őszi ködbe burkolózó fák, idegen katonák zaja nálunk, az ávós fekete autón járt. Pedig vártuk, hogy új tavasz ébred, és eljön a hosszú forró nyár. De csak ég hideg tél jött, és itt maradt 33 éven át. Közben senki sem beszélt róla, nem volt szabad, csak az emlékét őrizték azok a pesti tűzfalak. De most itt vagyunk, emlékezünk, magyarok voltunk, magyarok leszünk, amíg szól a dal 56 év. Szívünk dobog 56 él. Ma már szólhat a dal a korvin közben lelőtt srácokért, és a kapu aljakban névtelenül harcoló bátrakért, és az eznekért, kikre börtön várt és súlyos büntetés. Mégis szembenéztek a tankokkal, hisz létünk volt a tét, azok ott szórták ránk az átkot, közben éltették a pártot, mi meg a jeltelen sírokra sose vihettünk virágot. De most itt vagyunk, emlékezünk, magyarok voltunk, magyarok leszünk, amíg szól a dal 56 év. Emlékezünk, magyarok voltunk, magyarok leszünk.
Köszönjük a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum diákjainak megemlékező műsorát. A műsort rendezte Kun Hajnalka, Sós Erika és Nagy László.